Köszöntöm a nézőket! Önök a Bátor Televízió hírmagazinját látják. Híreink röviden. Együttműködési megállapodást kötött a nyírbátori polgárőrség és az önkormányzat. Az elemekkel is megküzdöttek a sárkányégetők Nyírbátorban. Az energetikai rekonstrukcióval szinte nullára csökkentik az üzemeltetési energiaigényt a zeneiskolában. A határon túlról sokan járnak a Sárkány Wellness és gyógyfürdőbe. Nyári játszóházat indított az Ifjúsági és Családi Kuckó. Részletek. A városban a hatékony közrend és közbiztonsági rendszer utolsó elemeként megszületett a megállapodás a nyírbátori polgárőrség és a város önkormányzata között. Hosszú idő után végre sikerült tető alá hozni az együttműködési megállapodást a nyírbátori polgárőrség, illetve a nyírbátori önkormányzat között. Mit tartott ilyen sokáig, illetve milyen alapokra helyeződik így ezzel az új megállapodással a nyírbátori polgárőrség működése? Vállaltuk azt, hogy a város érdekeit szolgáljuk, a város érdekében megteszünk mindent, annak érdekében, hogy a lakosság biztonságban érezze magát. Ugyanúgy a külterületeken a szolgálatot megpróbáljuk fokozni, együttműködve a többi olyan szervvel, aki szintén ezt tűzte zászlajára, a közrendközbiztonságot, a bűnmegelőzést, mint a polgárőrség. Ettől többen lesznek, népszerű lesz a polgárőrség, eredményesebb lesz a polgárőrség, több pénzt kapnak, vagy mi lesz a változás? Igen, az önkormányzat részéről polgármester úr ígérte, és szerintem teljesíteni is fogja, hiszen ő volt az, aki ezt szorgalmazta, hogy minél hamarabb, minél előbb kössünk egy ilyen együttműködési megállapodást. Kellenek azért az olyan emberek, akik azt mondják, hogy akkor ettől kezdve ők is szeretnének ebben részt vállalni. De miért szeressék jobban ezután, ha ezelőtt annyira nem szerették ezt a fajta szolgáltatást? Nem tudom. Ezt nem tudom. De tényleg így van. Én mindig arra gondoltam, meg azt is beszéltük a többi polgárőrökkel, hogy tehát arra olyan említést tettünk, hogy hát ugye ma már ingyenes a társadalmi munkát nem nagyon ismerik. A polgárőrség helyi vezetője nem igazán érti azt, hogy mitől nem elég népszerű polgárőrnek lenni Nyírbátorban. Önök most aláírtak egy megállapodást, és nyilván azt várja, ezt már többször is elmondta, hogy 80, akár 100 polgárőr is legyen a következő időszakban, akik védik a nyírbátoriak biztonságát. Mitől lesz népszerűbb ezután? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladat, hogy megértessük és kommunikáljuk le az emberekkel azt, hogy mi ennek az előnye. Tehát azt ma látni kell, hogy az emberek többsége jellemzően önkéntes munkát nem vállal, és ezeket is, ha megteszi, akkor világossá kell tenni számára, hogy ebből neki milyen előnye származik. De jó zenésze, mindenki belátja, hogy egy polgárőr léte az csak előnye járhat már a többiek számára. Vagy ez pont ez a probléma? Nem, itt a hatékonyság szerintem az alapvető kérdés. Tehát, hogy az önmagában, hogyha valaki polgárőr egyesületbe belép, és mondjuk havonta egyszer beül egy személygépkocsiba, és 8-tól hajnal 3-ig szolgálatot vállal, azt gondolják a mai emberek, egyébként ezt tapasztalom, tehát ez nyilván egy általános vélemény, hogy ettől nem lesz jobb. Tehát az, hogy ő egy kocsival végigjár egy 13 ezres városban, attól nem fogja volna a közbiztonság. Ezért is volt fontos számunkra, és ezt szeretnénk elmondani az embereknek, hogy a polgárőrség nem a közbiztonság maga, hanem a polgárőrség egy fontos eleme, szükséges eleme a közbiztonsági rendszernek, ami számtalan egyéb más elemből épül fel. Ezért volt az fontos nekünk, hogy ne csak a polgárőrséggel haladjunk előre, hanem egy csomó más területen is elindultunk ebben a folyamatban. Mi lenne az ideális létszám? Hát az ideális létszám, elmehetünk akár 80 főig is. Tehát az a jó, az a legjobb, minél többen vagyunk. Ilyen időszakban nagyon fontos a külterület. Gyümölcsösök a termény? Igen, ugye, mert ugye aki nem szeret dolgozni, az általában próbál könnyű munkanélkül pénzhez jutni, azok nyilván szeretik látogatni a kis kerteket. Ebből az is következik, hogy tulajdonképpen kicsit veszélyes akár polgárőrnek lenni, akár, nem? Akár veszélyes is, így van. Benne van a pakliba, azt szoktuk mondani, de aki az önkéntes feladatot vállalja, az tudja,
az önkormányzat is vállalta azt, hogy minden szükséges anyagi erőforrást és szükséges egyéb eszközöket biztosít, a Polgárőr Egyesület pedig együttműködik abban, hogy egy teljesen új lendületet kapjon ez a történet, és a város által egyébként kialakított más rendszerek, térfigyelő rendszer, az egész várost lefedő URH hálózat kialakítása, mezőrség felállítása, a rendőrséggel való együttműködés, tehát hogy a polgárőrség azt vállalt ebben a megállapodásban, hogy ő is szervesen beépül ebbe az együttműködésbe, és nem csak az általánosan gyakorlati szinten más településen is működő klasszikus polgárőrségi feladatokat látja, hogy beül a kocsiba és járőrözik, hanem igyekszik ő is velünk a várossal közösen összehangolni a saját feladatát a többi szakterülettel együtt. És szerintem ez a kulcsa az egésznek, és ezt fogják megérteni a városlakók. Klasszikusan azt szoktuk mondani, hogy például a lakótelepi részen, ezt parancsnok úr is mondta, hogy nagyon egyszerű egy polgárőr kis ilyen lakótelepi polgárőrséget megszervezni. Lesznek is rá emberek, én biztos vagyok benne. Csak amikor azt mondjuk, hogy emögé ott van, hogy kap egy URH rádiót, amikor bármikor be tud szólni, ha gond van, onnan rögtön hívják a rendőrséget, ha gond van, ahol ő egyébként járkál a lakótelepén, ott még 30 kamera is figyeli azt a lakótelepet. Tehát gyakorlatilag nincs egyedül senki. Nincs egyedül senki, és kap segítséget. A szervezők új elemek behozatalával próbálják frissen tartani az érdeklődést a már 25 éves múltra visszatekintő Szárnyas Sárkány Fesztivál iránt. Nagyon mozgalmas volt, és azt tudom elmondani, hogy közel 50 fellépőnk volt a fesztivál környezetben, a Papokrétjén, és sok száz olyan ember segítette ezeket a fellépéseket, akiktől zizeget is hangos volt a hétvége. Illetve nagyon sokan kilátogattak a városlakók, a térségből érkezők. Az időjárás vonatkozásában, mint ahogy azt láttuk is, a szombati napon volt egy esőzés, illetve a pénteki felvonás előtti időszakban volt még egy eső, de ennek ellenére nagyon-nagyon sokan kilátogattak a fesztivál helyszínre. Volt-e valamiben a 25. Szárnyas Sárkány Fesztivál formabontó, és mi volt az, amiben mindenképpen megőrizte a hagyományokat korábbról? Személy szerint nekem ez az első fesztivál volt, amihez nekem szervezőként közöm volt, illetve a kollégáknak. Nagyon jól tudjuk, hogy ez egy 25 éve zajló tradicionális fesztivál, de azokat a tartalmakat, a tartalmi elemeket, amelyek meghatározóak, tehát az utcaszínházi elemeket mindenképpen ugyanúgy erősítettük, ahogy a múltban, hiszen ezek tradíciók. A Szárnyas Sárkánynak megvan a sajátos hangulata ezáltal. Én azt gondolom, hogy semmelyik másik fesztivál az országban nem hasonlítható. Pontosan ezt az egyediségét próbáltuk mi is megtartani, hogy ezek az elemek megjelenjenek, mindazt figyelembe véve, hogy az embereknek ugyanakkor érdekes és vonzóvá váljon ez a fesztivál. Kellett-e valamit módosítani, kellett-e új elemeket elhelyezni, vagy látva a mostani fesztivált, a jövőre nézve kell-e módosításokat végrehajtani esetleg? Beszéltünk a kollégákkal igen erről a rendezvényfesztivál végén, hogy melyek azok a pontok, amiket most úgy látunk, hogy változtatni szükségesek. Nyilván ezek még további megbeszélések után fognak ismerté válni, hogy mik azok az elemek, amiket esetleg alakítani kell. De azt el tudom mondani, hogy először jelent meg a fesztivál keretein belül a stand-up comedy, ami népszerű volt, és elsőre azt gondolhatnánk, hogy ennek nincs helye egy ilyen fesztiválban, konkrétan a Szárnyas Sárkány Fesztivál programjaiban, de nagyon népszerű volt. Illetve a másik ilyen elem volt, ami megjelent, a magyar népzene és a néptánc. Végül annyit szeretnék megkérdezni, hogy a Szárnyas Sárkány Fesztivál a bátori nyár keretében hol helyezkedik el? Egy kérdőívvel az utcára kimentünk, és több kultúrával kapcsolatos kérdést tettünk fel a városlakóknak. Abból is egyértelműen kiderült, hogy a Szárnyas Sárkány Fesztivál maga az egy rendkívül beágyazódott, köztudatba beágyazódott fesztivál, és magasan kiemelkedik az emberek tudatában, hogy ez egy nagyon fontos eleme a bátori nyárnak, vagy akár az egész éves programot mondhatnám. Tehát ez egy kiemelten fontosnak tartott fesztivál, azt gondolom mindenki számára. A fesztiválról készült összefoglalónkat a Hírmagazin befejező részében láthatják.
Tovább folytatódik a városban az átállás a megújuló energiára. Most az eddigi egyetlen nyertes toppályázat a zeneiskola energetikai rekonstrukcióját finanszírozza. Mekkora léptékű projektről van itt szó? A projekt összköltsége 166 millió forint, melyből 149 millió forint a visszanemtérítendő támogatásunk. Az önkormányzatnak ki kell pótolni, van benne önerő. Szakoly község önkormányzattal közösen fogtunk bele ebbe a projektbe. A Szakoly község önkormányzatára 7 millió 330 ezer forint esik, míg Nyírbátorra 9 millió 793 ezer 500 forint esik. Miért van az, hogy két településnek kell összefogni egy ilyen egyszerű projekt miatt? A projekt érdekében volt, hogy közösen fogtunk össze, nagyobb esély volt így, hogy a pályázatra megnyerjük. Hát itt valójában arról van szó, hogy a zeneiskola épületének az energetikai megújítása történik meg, ugye? Így van, Szakoly esetében is ugyanezt történik meg. A homlokzat külső hőszigetelése fog megkerülni, illetve a födémek hőszigetelése, nyilászárók cseréje, illetve napelemes rendszer kerül majd beépítésre, és hőszivattyús rendszer. Mikor indul a munka? Valószínűleg idén nyáron már elkezdődnek a munkák, és jövő nyárig fog tartani. És hogy történik ez ilyenkor, hiszen ugye az épület az még a Nyírbátori önkormányzati, de valójában a Klik kezeli ezeket az épületeket? Az önkormányzat tulajdonában van, így van a épület, de a vagyonkezelője a Klik. Így hát engedély kell tőlük is, hogy felújíthassuk a pályázat során ezt az épületet. Miért nem a Klik csinálja ugyanezt a pályázatot? Nem egyszerűbb lenne a történet, ha már úgyis ők használják, ők kezelik? Mi nyújtottuk be a pályázatot, és az a döntéssel született, hogy mi is folytatjuk ezt a pályázatot, hogy megvalósítsuk. Tehát jelentős költség megtakarítást eredményez majd ez, hogyha megtörténik ez az energetikai felújítás? Közel nulla lesz a költsége az épületnek. Hát a hőszivattyús rendszer, illetve a napelemnek köszönhetően fogjuk ezt az energetikai megtakarítást. Az összes épületünk az önkormányzat tulajdonában lévők lassan átállnak erre a megújuló energiára. A hetedik nyári szezon nyitotta meg a Nyírbátori strand. A már évek óta jellemzővé váló változékony időjárás a sárkányfürdő látogatottságát is befolyásolja. Milyennek tűnik az idei szezon? Hát, mint az utóbbi évek nyarai, ez pontosan olyan. Sajnos hát én a fürdős múltamból kiindulva azt látom, hogy az elmúlt 20 évben talán egyszer volt olyan nyár, amikor mind a három hónap nyári hónapként működött. Most is nagyon változékony az időjárás, sajnos hétvégén is vannak olyanok, amikor az emberek ráérnének és a fürdőbe mennének, zivataros, szeles, hát esős időjárás, az persze akadályoz abban, hogy a fürdőnket felkeressék. A tapasztalat szerint azért mindig van legalább két jó hónap, én gondolom, hogy ez a július meg ez az augusztus az lesz. A június nagyon jól indult, tehát a pünkösdi ünnepek környékén nagyon sok látogatónk volt, nagyon kiváló volt az időjárás, az, hogy a fürdőnket felkeressék, utána pedig azóta változékony. Addig meg az igazság, hogy hiába volt jó idő, még a gyermekek iskolába járnak, addig azért nem az első programhelyen van a fürdőlátogatás. Tudhatjuk-e azt, hogy a ide látogató vendégek vajon milyen arányban helyi lakosok, illetve hogy honnan szeretnek legtöbben ide látogatni? Ezt abból lehet talán legjobban nem érni, hogy az átadás előtt, tehát a régi strandot hányan keresték fel. Ugye a régi strandot körülbelül 13-15 ezer ember látogatta meg egy évben. Ezt az új átadott, 2010-ben átadott létesítménynek a vendégforgalma olyan 150 és 170 ezer között van, attól függően, hogy milyen az időjárás. A tapasztalatunk szerint körülbelül az egyharmada vendégeknek a Párciumból érkezik, tehát a romániai határhoz közel eső területeiről. Ők nagyon sokan beszélnek persze magyarul is. A felvidékről is érkeznek sokan, főleg Királyhelmec és Terebes környékéről. Most, hogy van egy pici változás a vízumnál az ukrán határon, úgy látszik, hogy ez jótékony hatással lesz, mert egyre több az ukrajnai rendszámú autó a fürdő előtt, akik szintén ugye beszélik a nyelvünket. A helyi lakosok pedig, én azt szoktam mondani, hogy abból jön ki a rendszeres fürdőlátogató, tehát az a belépőinknek körülbelül a 15-20%-a lehet, aki helyi lakos, hetente egyszer, kétszer, mondjuk van olyan, aki minden nap is használja a fürdőnket. A Baktaló Rendházi Regulianta Általános Iskolából érkeztünk, Erzsébet tábor keretei között hoztuk el a gyerekeket egy kis fürdőzésre.
Gondolom ez nem az első alkalom, hogy gyerekcsoporttal itt megjelennek. Nem, visszatérő vendégek vagyunk, évről évre megkóstoltatjuk velük a fürdőzés élményeit itt a Sárkányfürdőben. Nagyon jók a medencék, és jó dolog az, hogy fürdőzhetnek minden korosztály, vannak kis csúszdák, nagy csúszdák, és hát megfelelőek az ellátások is, az élelem is, úgyhogy számunkra ez tökéletes, kielégítő, amit itt nyújtanak. Honnan érkeztek? Romániából jöttünk, Szatmárnémetiből. Első alkalommal vannak itt? Hát én igen. És ezek szerint valaki más ajánlotta önnek? Igen, együtt jöttünk az egyik ismerősömmel, ők már voltak egyszer, és szóltak, hogy jöjjek, mert szabadságon vagyok, és most van időm egy kicsit eljönni. Szeretnek strandozni? Hát szeretünk, csak kevés az időnk. Mi tetszik itt a legjobban? Hova, melyik medencébe mennek bele leggyakrabban? Hát a melegvizesbe, persze, a termálba. Július 10-e és augusztus 11-e között nyári játszóházat üzemeltet az Ifjúsági és Családi Kuckó, ezzel is segítve a szülőknek a gyermekeik szünidei elhelyezésében. Április 15-én nyitottunk, azóta lement nálunk egy biliárdbajnokság, egy Xbox bajnokság, mesnézések voltak nyilván a bajnokok ligájával kapcsolatban. Ezen kívül volt egy ifjúsági találkozónk is itt a házban megszervezve. Nyilván az iskolák bezártak, a nyári táborok nagy része is lezajlott. Van esetleg olyan lehetőség, amivel az ifjúsági kuckó előrukkol azoknak a szülőknek, akik mégis dolgoznak, de a gyerekek felügyeletét nehezen tudják biztosítani? Igen, a hétköznapokon reggel 7:30-tól délután 17:30-ig várjuk a 6 és 10 év közötti gyerekeket, nyilván azokat, akik az első osztályba fognak szeptembertől menni, és azokat, akik a negyedik osztályt fogják kezdeni szeptembertől. Egy fő pedagógusunk lesz a játszóház alatt, ő fog vigyázni a gyerekekre. Ez nagyjából, mi úgy gondoltuk, hogy maximum egy 20 fővel üzemelhet a játszóház, hiszen azért a pedagógus is 20 gyerekkel kellőképpen le lesz foglalva. Hogyha esetleg a szülő az iránt érdeklődik, hogy ez mennyibe fog neki kerülni, akkor mit tudtok neki mondani, és mit tudtok ti biztosítani esetleg a napi ellátást illetően, vagy ezt neki kell megoldania? A játszóház maga díjtalan, viszont ellátást nem tudunk biztosítani, tehát az élelmezést azt a szülőnek kellene megoldania. Hogyha olyan igény merül fel, hogy a szülő azt gondolja, hogy ő csak délelőtt nem tud vigyázni a gyerekre, vagy teszem azt pont délután nem, akkor megoldható ez, tehát hogy muszáj egész napra berakni a gyereket, vagy teljesen napszaktól függetlenül ezt meg lehet oldani? Nem, napszaktól függetlenül meg lehet oldani, annyi kikötésünk van, hogy munkanapokon vagyunk ugye itt, tehát hétköznapokon, és előző nap kell bejelentkezni a gyermekkel, hogy szeretnének jönni, az időintervallumot nyilván akkor meg tudjuk megbeszélni, vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy személyesen lehet jelentkezni. Hétfőn 2-től 4 óráig vagyunk elérhetőek, azon kívül a többi munkanapon pedig 4 órától 8 óráig várjuk az érdeklődőket a bejelentkezésre. Hogyha esetleg arról van szó, hogy a szülő átgondolta, de nem ezen a héten szeretné ezt igénybe venni, hanem mondjuk egy kicsit később, 2-3 hét múlva, azért azt mondjuk el, hogy ez mettől meddig fog üzemelni ez a nyári játszóház? Július 10-től augusztus 11-ig tart ez a játszóház, remélhetőleg lesz rá igény is. Én úgy láttam, mindig figyelemmel kísérem a Facebook oldalatokat, hogy azért új játékokat is beszereztetek. Mivel várjátok azért a gyerekeket, hogyha ide érkeznek? Így van, abban pont a babamaszobában vagyunk, ami nyilván ennek a korosztálynak ideális lehet. Ezen kívül ugye van egy léghoki asztalunk, csocsóasztalunk, kültéri eszközök, labdák, Xbox játékok, úgyhogy, és beszerzés alatt van egy trambulin is. A hétvégén a második nyári rendezvénysorozat vagy fesztivál ért véget Nyírbátorban, és az ember azon gondolkodik, hogy egyrészt egy héten belül kell-e kettő ilyen nagy rendezvényt szervezni, illetve a másik az, hogy egyáltalán egy ekkora város, mint Nyírbátor elbír-e ennyi rendezvényt, mert még ugye előttünk van a Zenei Napok rendezvénysorozata, ami igen patinás, és lehet-e minőséget adni ilyen gyakran, ilyen rendszerességgel, és egyáltalán mekkora költségvetésből? Én azt gondolom, hogy igen.
Nyilvánvalóan ez nem csak a mi döntésünk volt, hanem azért ez hosszú évek, évtizedek alatt alakult így ki. Hát bocsánat, csak azért szólok közben, a Lovas Gasztro az nem volt hosszú. A Lovas Gasztro egy új helyszín, egy új fesztivál, egy új létesítmény. Én azt gondolom, hogy egyébként a Lovas Gasztro teljesen más típusú közönséget, más típusú igényeket elégít ki. Azon alapon túl persze, hogy az elmúlt években hoztunk egy olyan döntést, hogy azt látni kell, hogy a fesztiválok jellemzően önkormányzati finanszírozásból működnek. Tehát Nyírbátor jelenleg nem tartott, és ebben őszintének kell lenni magunkkal, szembe kell tudni nézni a valósággal, hogy egyetlen egy fesztiválunk sem, se nem most, se nem az elmúlt évtizedekben nem tudott olyan közönséget vonzani, hogy legalább nullára, tehát vagy nagyon minimális veszteséggel tudjon működni. De miért kell ebben, hogy mondjam, sajnálkozó őszintességet mutatni, miközben egyébként egy művészeti fesztivál, mert az Utca Színházi Fesztivált én egyetemben annak tartom, az egyáltalán nem biztos, hogy nyereséges kell, hogy legyen. Annak más a nem is ezzel van gond, tehát én pont ezt akartam mondani, hogy ez csak azért fontos, hogy ezt a tényt rögzítsük, hogy világos legyen mindenkinek, hogy ezek a fesztiválok azért működnek, mert a város, azaz a városlakók pénzéből csináljuk. És ebben a tekintetben az egy alapvető kérdés, hogyha a városban csinálunk a város pénzéből egy fesztivált, akkor jellemzően olyanná kell tennünk, olyanná kell alakítanunk, hogy a helybéliek, az itt élők jól érezzék rajta magukat, kimenjenek minél többen, és legalább a helyieknek megfelelő színvonalú szórakozást, kikapcsolódást nyújtsanak. És a következő lépcső az, hogy természetesen mindezt úgy, hogy annak a fesztiválnak a szakmai színvonalával, a hangulatával, a stílusával megegyező módon vigyük ezt végig. Tehát ezt csak arra mondom, hogy át kell menni bizonyos átalakuláson. Fesztivál a fesztivál egyébként, vagy cirkuszkenyeret jellegű? Nem ezt gondolom egyébként, hogy az lenne, bár a minőségről nyilván lehet vitatkozni. Igen, alapvetően három igényt, vagy három különböző célnak kell ma megfelelni egy fesztiválnak. Én azt gondolom, hogy a színvonal az nagyon fontos, tehát a szakmai elvárások fontosak. Nem mondom, hogy tökéletesen megfelelt ez a két fesztivál ennek. Nyilván van mit tanulni és van mit alakítani. Itt az nagyon fontos, hogy kitartónak kell lenni, szorgalmasnak kell lenni, menni kell előre, és ez erre oda kell figyelni. Biztos, hogy évről évre ezen tudunk változtatni, de ugyanakkor olyannak is kell lenni, amire kimennek az emberek. Tehát az a szakmai program, amire egyébként mondjuk minden fesztiválunk a korábbi években megkapta a kiváló fesztivál minősítést, és egyébként ez igaz a zenei napokra is. És ugyanakkor azt láttuk, hogy a zenei napok záró hangversenyére meg Nyírbátorból 50 ember megy el, akkor én erre azt mondtam, hogy annak nem sok értelme van, hogy csinálunk egy olyan zenei napokat, amin egy ingyenes koncerten, egy mondjuk sok millió forintba kerülő produkcióra ellátogat 200 ember, és abból 50 nyírbátori. Jó, de tegye hozzá, hogy ez egy komoly zenei, klasszikus zenei koncertről van szó, tehát nem tudom, például a halott pénz lép fel egy ilyen koncert. Ez igaz, csak erre mondom én azt, hogy nagyon meg kell találni azt az arányt, hogy a város pénzét, amikor elköltjük ilyen fesztiválokra, azt lehetőleg azért úgy kell megtenni, hogy ha nem is minden produkcióra, de a produkciók egy részére a helyiek is kíváncsiak legyenek, kimenjenek és jól érezzék magukat. Szerintem ez egy alapvető elvárás, tehát össze kell egyeztetni. Nehéz ezt bemérni, azt akartam kérdezni, nehéz ezt bemérni, mert az ember úgy nagyjából kibírja találni, hogy mi lehet a közönség igény, mármint az ilyen típusú ingyenes szórakoztató rendezvényeken látjuk, hogy milyen fellépőkre kik mennek el, vagy mekkora közönség megy el. És ahhoz képest mondjuk én például a hétvégén én kicsit hiányoltam az embereket itt Nyírbátorban a papok rétjéről. Igen. Azt hozzá kell tennem, hogy a Szárnyas Sárkány Fesztiválnak az elmúlt jó pár évben azért jelentősen csökkent a látogatottsága. Miért? Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, de ez az én véleményem, hozzá kell tennem, hogy az elmúlt években az emberek igénye, szokása nagy mértékben megváltozott, és a fesztivál nem tudta ezt lekövetni. Tehát arra... Hát ön azt mondja, hogy a művészeti, tehát a tipikus művészeti fesztiválok, azok képtelenek elegendő közönséget vonzani? Ez nem igaz. Képesek elegendő közönséget vonzani. Az a kérdés, hogy annyi forrásból, amennyiből mi csináltuk az elmúlt, mit tudom én, 8 évben, ahhoz képest, amilyen művészeti produkciókat hoztunk ide, az mennyire vonzotta az embereket. Tehát itt azért azt kell látni, hogy itt a korábbi szervezők is most is egy viszonylag zárt, véges költségvetésből dolgozunk. Lehetne olyan művészeti produkciókat idehozni Nyírbátorba, amire nyilvánvalóan többen jönnének ki. Itt csak megint az a kérdés, hogy mennyire tudunk mecénáskodni a város pénzéből, és azt mondani, hogy igen, csinálunk 40 millióból egy fesztivált, ami művészeti fesztivál, ki fognak rámenni a nyírbátoriak is,
viszonylag nagyobb számban. Csak az a kérdés, hogy az a 40 millió, meg a nagyobb szám, az mennyire van arányban egymással. Vagy inkább azt mondjuk, hogy megtartjuk a művészeti fesztivált, legyenek művészeti produkciók, és esetleg egy picit bizonyos helyszíneken hozunk olyan fellépőket, akik jobban kicsalogatják az embereket. Nyilván ez sok minden kell, a fesztivál rendezése, a szervezés, mennyire precíz, mennyire jó. Tehát azért ez egy összetettebb dolog, de ez egy koncepció kérdése, én azt gondolom. És pénz kérdése. Így van. Amúgy egyébként, ha már itt tartunk, mennyit költ Nyírbátor ezekre a fesztiválokra? Hát így konkrétan a fesztiválok nincsen költségvetési soron elkülönítve, nagyjából az ilyen városi rendezvényekre, fesztiválokra, kulturális eseményekre költünk olyan 50 millió forintot. És ebből ez a három fesztivál mennyit vitt el? Akkor? Hát nagyjából 20 millió forint a három fesztivál. 20 millióért ezek szerint ez a plafon, amit el lehet érni, mármint színvonalban? Nem, semmiképpen nem. Erre mondtam az elején, hogy van hova fejlődni, van hova javulni. Na jó, de hát ön hozzátette, hogy nyilván a költségvetés is véges, tehát ezt a kettőt párhuzamosan. Én ezért mondtam, hogy a 20 millió, akkor ezek szerint. Tehát érdemes-e egyáltalán 20 milliót is áldozni? Érdemes, és többet is fogunk rááldozni. Én csak azt nem szeretném, hogy úgy kezdünk el rááldozni valamire évről évre 10, 20, 30, 40 millióval többet, hogy egyébként nem tartott az egész rendezvénynek a színvonala, ahol tartani kell. Tehát, hogy én de ezt egyik ki mondja azt meg egyébként, hogy hol kell tartani? A közönség, vagy a polgármester, vagy hozzáértők, vagy ki? Alapvetően a közönségnek és a szakmának kell ezt megmondani, legkevésbé a polgármesternek. És ki a szakma? Egy nyírbátori szakmának kell megmondani, vagy úgy általában használta a kifejezést, hogy a szakmának? Tehát szerintem akkor is. Azt kérdezem, hogy akkor tanácsadókat kérdezzünk meg ez ügyben, vagyis hát ön? Én azt gondolom, hogy nem kell tanácsadókat megkérdezni, mert a tanácsadó szó egyébként sem a jó kifejezés, mert az mindig az emberek szemében azt jelenti, hogy valaki sok pénzt kér, és egyébként mond okos dolgokat. Én most nem, abszolút. De nyilvánvalóan a helyi szakmára is értem ezt, és az ebben a témában országosan elfogadott szakmára is. És akkor valami koncepciót várna tőlük, hogy írják le, hogy ebből a pénzből hogyan, milyen lépéseken lehet oda fejlődni, hogy egy, a színvonala is megfelelő legyen, a közönség szeresse ezt, eljöjjenek akár még, nem tudom, Veszprémből is ide, mert hogy annak idején korábbról emlékszem rá, amikor az utcaszínházi fesztivál itt a csúcspontjánál járt, hogy Győrből, Szegedről, az ország más részeiről is sokan jöttek, és én találkoztam barátaimmal, akik onnan ezekre a távoli városokba is jöttek. Erről van szó. Tehát valóban ez egy koncepció kérdés, amit a szakmának kell összerakni, és lépésről lépésre, évről évre építeni úgy, hogy ez eljusson megint addig a szintig, ameddig. Csak nyilván közben megváltozott a világ, tehát én azt nem fogadom el, hogy ugyanazt kell csinálni, amit 10-15 évvel ezelőtt. Nem erről beszélünk, de az, hogy rangja legyen valaminek, ahhoz ugye kell színvonal. Ez így van. És profi rendezés. Így profi van. Rendezés volt? Én azt gondolom, hogy voltak hibák, én saját magam pedig én nem vagyok szakmabeli, legalább 5-6 olyan hibát fel tudnék sorolni, amit nyilván jövőre másképpen kell csinálnunk. Nyilván a szakma az még többet látott ebből, ezeket ki kell javítani, és évről évre össze kell rakni, és egyre ki lehet ezeket a hibákat. Olyan hibát nem láttam, ami ne lenne javítható, és ez a lényeg. Egyébként az eddigiekkel elégedettek ön szerint a városlakók? Tehát gondolhatják magukban azt, hogy akkor jó helyre költötték ezt a pénzt, amit ezekre az eddig lezelőtt két fesztiválra költöttek? Én azt gondolom, hogy aki kilátogatott, az jól érezte magát. Aki kilátogatott, az azt kapta, amit remélt. Az inkább ott lehet gond, hogy amit ön is mondott, hogy nem jöttek annyian ki a fesztiválra, amennyire mondjuk amennyien kijöttek volna. És itt nagyon sok kritikát kaptunk, itt fesztiválon is nagyon sok emberrel beszélgettem. De miért nem jöttek? Nem tudták, nem érdekelt őket, nem az volt, ami kihozza az embereket, vagy miért? Én azt gondolom, hogy tehát abból kell indulni, hogy az lehet, hogy az emberek azt gondolták, hogy nem az lesz, ahol ők jól éreznék magukat. Aki kijött, én szerintem jól érezte magát. Itt abban kell gondolkodnunk nekünk, hogy vajon eljutott-e mindenkihez az információ, hogy mi lesz itt pontosan, tudunk-e úgy kommunikálni az emberekkel, ez nem csak erről a két fesztiválról szól, általában a városi rendezvényekről szól, hogy át tudjuk-e törni azt a gátat, hogy az emberek azt érezzék, hogy kijöhetnek egy ilyen fesztiválra, jól érezhetik magukat, van itt nekik helyük egy ilyen fesztiválon. Nagyon sok ember úgy érzi, hogy ó, hát oda ő nem akar kimenni, mert nem odavaló, meg. Tehát hogy van ebben egy ilyen az elmúlt évek tendenciája. Tehát azért mondtam, hogy ezt úgy kell látni, hogy az elmúlt 10 évben azért a városi, a kulturális és művészeti programoknak a látogatottsága az nem csak nyírbátori sajátosság persze, hanem országos sajátosság folyamatosan csökken, és ezt kell valahogy visszafordítani, mert ez nem egy olyan egyszerű folyamat.
És megpróbálják ezt, vagy már zajlik is ez, hogy ezt beépítsék ismét az országos fesztivál folyamatba, hogy ez úgy szerepeljen a Nyírbátori, mondjuk a Szárnyas Sárkány konkrétan, majd későbbi akár a Lovasgasztról és a Zenei Napok bizonyára, hogy igen, ha július első hétvégéje, akkor Nyírbátorba megyünk, mert ott szárnyas van, ha június utolsó hétvégéje, akkor Nyírbátorba megyünk, mert nem tudom, Lovasgasztró van, és majd augusztusban pedig a Zenei Napok miatt jövünk Nyírbátorba. És egyáltalán ráépül-e itt még erre, plusz ezen kívül is valami, az idegenforgalom, turizmus, nem tudom, micsoda, vendéglátás. Mindenképpen az a cél, hogy ezek ilyen tipikusan berögzült időponthoz, vagy eseményhez, vagy valamihez köthető fesztiválok vagy rendezvények legyenek, és igen, az a cél, hogy a nyírbátori nyár gyakorlatilag ugye ez a nyári szünetet felölelő időszakban minden hétvégén valamilyen ilyen rendszeresen évről évre megrendezendő eseményeknek a láncolata legyen, és valóban mindenki el tudja majd dönteni, hogy akkor, ha Nyírbátorba szeretne jönni, akkor inkább melyik az a hangulat, melyik az a fesztivál, melyik az a sportesemény, melyik az a rendezvény, ami az ő szívéhez közel áll, és a nyírbátori nyaralását, kikapcsolódását, vagy hazalátogatását például, aki nyírbátori csak már mondjuk nem itt dolgozik, vagy nem itt él, azt mikorra időzítse. Ez valóban egy fontos kérdés, mert az emberek egyre inkább tervszerűen élik az életet, ki kell venni a szabadságot, és a többi, és a többi, és ebből a szempontból fontos, hogy időben tudja, vagy egyébként konkrét információ nélkül is tudja, hogy igen, augusztus az a Zenei Napok, július első hétvégéje a Szárnyas Sárkány, ekkor van a Lovas, ezeket be kell állítani. Azért azt látni kell, hogy ebben egy olyan térben mozgunk, ahol máskor is, máshol is fesztiválok vannak, vagy például Lovas Gasztrónál országos rendezvény naptár van, amikor a versenyeket rendezni kell, tehát ezeket finom hangolni kell, hogy ez szépen összeálljon, ne ütközön az egyéb fesztiváljainkkal. Most például az volt a baj, nagyon közel volt egymáshoz a kettő, hogy ez baj vagy nem, az egy kérdés, de hogy ezek finom hangolásának meg kell történni annak érdekében, hogy valóban a látogatók, meg a városlakók is tudják, hogy ezek hogyan következnek egymás után. Most azon gondolkodtam, hogy itt azért van jó pár szálláshely a városban, van a városnak saját idegenforgalmi egysége. Konkrétan most arra gondolok, már idegenforgalmat gerjesztő egysége a Sárkányfürdő, Kastély, stb. Akik esetleg össze is hangolhatnák ezt az utazásirodákkal is, nem? Hát milyen szép lenne, hogy egy hetet úgy töltünk el, hogy tudjuk, hogy itt van 8 féle program, másfajta, és a végén egy kulturális dologgal zárunk ezzel a fesztivál. Igen, ez egy folyamat. Annak idején, amikor a Hit és Egészség programot lezártuk, akkor a Kulturális Kft., ami azóta már sajnos nem létezik, elindította ezt a folyamatot, nagyon komoly előkészítő, sőt, kész programok voltak, hogy a hajdúszoboszlói turisták például egy hosszú hétvégére vagy egy napra hogyan érkeznek, vagy a Debrecenből, vagy Nyíregyházáról. Utazási irodákkal kialakított egynapos, kétnapos, háromnapos programjaink voltak. Csak sajnos a kulturális központban utána történt egy olyan váltás, ami vezetői váltás, ami után ezek a folyamatok megszakadtak, és ez az egészet most nekünk az új rendszerben újjá kell építeni. Ezért is volt fontos, amit én szorgalmaztam mindig, hogy a város kulturális és idegenforgalmi szervezése az egy kézbe összpontosuljon, mert ezt nem lehet fizikálisan ketté választani. Mert valóban a kulturális események azok idegenforgalmi szempontból fontos események a városban. És az utazási irodák, az egyéb információs szolgáltatási pontok, és a többi, ez mind összeépül. Ebben még nagyon sok feladatunk van, azt látni kell, tehát nagyon sok hiány. Ez egy üzleti projekt is. Így van. Amúgy egyébként, ha itt tartunk, ön is többször használ kifejezést, hogy a város kulturális, akkor hogyha ezt úgy folytatnánk, hogy vajon a város kulturális élete, az milyen? Tehát innen nézve a polgármesteri irodából, hogy ez egy pezsgő, erős kulturális élet, vagy ez éppen olyan szürke, mint úgy általában Magyarországon most nagyon sok minden úgy beszürkült. Hát van-e egyáltalán? Tehát úgy értem, hogy innen észre lehet-e venni, hogy van kulturális élet, és nem csak művelődési házunk van, hanem vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak. A kulturális élet, az, én azt gondolom, hogy az emberekben benne kell, hogy legyen. Azt nem attól lesz egy városnak kulturális élete, hogy egyébként sok kulturális eseménye van. És amikor ráadásul bár csinálunk, nyilván egy alapfeltétel, van. Így van. És ez egyébként a város ezzel küzdött, én azt gondolom az elmúlt 15 évben a legtöbbet, hogy hova lövi be azt a kulturális
szintet és nívót, amire egyébként a fogadókészség is megvan, és ugyanakkor még azt mondhatjuk, hogy nem kezdtünk el falunapozni. Mert Nyírbátor történelme nem engedi meg, hogy olyan típusú programokat csináljunk, amire, hogy mondjam, alacsony kultúrájú szintű emberek nagy tömege eljön. És akkor azt mondhatjuk, hogy sokan vannak, és akkor szeretik ezt a kultúrát, és a többi. Jó, hanem akkor én most csak azért szólok közül elnézést, mert hogy ne kanyarodjunk el arra felé, mert akkor félreérthető lehetem. Akkor inkább azt kérdezem. Ha azt kérdezem öntől, vannak-e, élnek-e Nyírbátorban művészek? Jól érzik-e magukat? Alkotnak-e itt? Öregbítik-e a város hírnevét? Mások eljönnek direkt az ő kedvükért ebbe a városba? Vagy innen viszik el a saját műveiket máshová kiállítani, és akkor tudjuk, hogy Nyírbátori alkotóművész kiállítása. Nem tudom. Tehát ilyesmikre gondoltam, hogy ezekről a dolgokról van-e itt valamiféle tudás, illetve velük való kapcsolat? Ilyen klasszikus alkotóművészeti munka nagyon kevés van a városban. És miért? Nem? A Nyírbátor történelme szinte vonzaná az ilyen típus embereket, nem? És mégsem? Hát ez szerintem valamikor azért több mint 10 évvel ezelőtt elkopott ez a történet, tehát ez nem egy új keletű dolog. Azzal, amikor például a zenei napoknál az alkotótábor része megszűnt és nem került megrendezésre, azzal, hogy gyakorlatilag a Nyírbátorban élő művészek többsége szép lassan kiöregedik és nincsen utánpótlás. Ugye nyilvánvalóan ebben valahol a művészetoktatás, az iskolák. Nincsenek tehetségek? Azt mondja, a tehetségek egészen szület. Biztosan vannak. Én nagyon sok fiatal srácot és hölgyet ismerek, akik nagyon tehetségesek egyébként grafikai területen, festészet területén. De valahogy vagy az élet úgy hozza, hogy ők az iskolájukat már nem Nyírbátorban fejezzik be, és akkor elköltöznek, és alkotni meg már nem tudnak hova, és nem tudnak miért visszajönni. Ez fontos, vagy nem fontos? Hogy ne lenne fontos, tehát nagyon fontos. Akkor nem érné meg valamit ezzel a helyzettel kezdeni, valami koncepciót kidolgozni? Nem tudom. Biztos, hogy lehet ezzel foglalkozni, meg szándékunkban is van például a zenei napoknál az alkotótábort helyreállítani, tehát visszahozni, csak önmagában azt gondolom, hogy az még nem fogja megoldani a problémát. Ami a legnagyobb baj nyilvánvalóan az, hogy ez alapvetően egy iskolai kérdés is, hiszen nyilvánvalóan ezek a személyek valahonnan onnan nőnek ki, az iskolával a városnak egyre inkább eltávolodik a kapcsolata, tehát azt a fajta szoros szakmai együttműködést mondjuk a kulturális intézmény és a művészeti iskola és a rendes iskola között ma már nem olyan könnyű megcsinálni, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt sajnos. Hát ön elsősorban nyilván a zenészekről beszél most. Nem feltétlenül alkotóművészet, beleértem én a képzőművészetet, a festészetet, mindent. Nyilván a zene is. Lehetne bármi, csak lenne. Csak lenne, igen. Tehát a művészet ilyen szempontból szerintem nem szétválasztható, hogy milyen művészet, mert nyilvánvalóan a művészeti gondolkodás, az alkotás iránti vágy és szeretet, az vagy egy emberben kialakul, és akkor attól függően, hogy mivel van tehetsége, vagy vonzalma, akkor ő vagy zenész lesz, vagy festő, de ezt a fajta alkotó igénynek a kialakulását látom én, hogy ez egyre kevesebb fiatalban van benne. Látszólag perifériális ugye ez a kérdéskör, amiről beszélünk, mert hát ettől azért lehetne élni, vagy ettől lehet ugyanúgy éhen halni, hogy akár jól működik, akár rosszul működik a dolog, de mondjuk egy olyan városban, ahol ilyen költségvetési lehetőségek vannak, mint Nyírbátorban, szerencsére. Ott a város azért megengedhet magának legalább azt a kósza gondolatot, hogy akár egy-két ösztöndíjat is alapít ilyen szempontból, mert bár látszólag nem segíti a helyiek gondjainak a megoldását, de mégis hozzátartozik, nem? Ennek az előkészítése folyamatban van, tehát ösztöndíj rendszerben, erről már beszéltünk korábban is, az egy nagyon fontos, hogy a tehetségeket támogatni kell. Itt én azt tartom fontos dolognak, hogy ne tegyünk különbséget a tehetség és tehetség között. Tehát mi egy olyan rendszert akarunk kialakítani, ami 3 lábon áll. Ez a tanulmányi ösztöndíj, a sport és a művészet. Tehát az az elképzelésünk, hogy elindul egy olyan ösztöndíj rendszer, remélhetőleg akár most szeptembertől, aminek az a lényege, hogy azok a gyerekek és azok a családok, ahol tehetséges diákok vannak, és hajlandóak is
a saját tehetségüket megmutatni, tehát nyilván nem feltétlenül anyagi, de minden egyéb más áldozatot tudnak ebben vállalni, azt a város támogassa, és igen, ebben a művészet egy fontos kapocs. Én nem gondolom, hogy ez perifériális kérdés. Én szerintem egy településnek a hosszú távú jövője szempontjából rendkívül fontos, hogy legyenek a településen legyen olyan intellektuális közeg, ami nem csak azt mondja, hogy ott a településen erős a gazdaság, jó az infrastruktúra, működik a város, hanem kell, hogy legyen egy olyan társadalmi csoportja, egy olyan elit, vagy ki hogy hívja, teljesen mindegy, ami egy erős gondolkodó, szuverén csoport, és valóban a művészek ilyen szempontból fontosak. Én nagyon sok, amióta polgármester vagyok, és korábban is nagyon sok művészemberrel kerültem kapcsolatban, és tudom róluk, hogy teljesen más, tehát sokkal inkább önállóan gondolkodnak, nem lehet nekik megmondani, hogy mit gondoljanak. Ebben a körbe tartozik például Dózsa Gyuri is, tehát ő is egy klasszikusan olyan személyiség, akinek a véleményét én biztos, hogy nem fogom tudni befolyásolni, akármennyire is mondjuk szeretnék meggyőzni őt valamiről, de igaz ez mondjuk az ütő vagy a fúvós együttesnek a vezetőjéről is, tehát kell ez a fajta közeg, ezt újjá kell építeni, mert a város jövője szempontjából ez nagyon fontos, hogy ennek a társadalmi csoportnak is legyen utánpótlása. Hát akkor majd ilyen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen. Én is. Kedves nézőink, szeretettel üdvözlöm Önöket a 25. Szárnyas Sárkány utca Színház és Világzenei Fesztiválon, és hát ahogy látható is a hátam mögött, elkapták a sárkányt, úgyhogy mindenki megnyugodhat, most már nem kóborol a vidéken, mint ahogy azt valamikor őseink közül is Bátor Oposz Vitéznek is sikerült elkapnia, 3 fogát ugye itt is hagyta a sárkány, hát ezt a sárkányt is sikerült kérem elfogni, és mint ahogy látható is, a Bátor István Nyugdíjas Klubnak a tagjai vezetik fel a sárkányt, a felvonulók és a nézők nagy örömére. Tartsanak velünk! Hölgyek és urak! Én a kezembe a város kulcsa! Ha tetszik, egy hatalmas nagy kiáltással ünnepeljük az utca színházat, a mesét! Hát itt is körül. Nem tudtam elképzelni, hogy miért. Szervusztok! Szervusztok! Gyertek is a papuk rétjére!
szólnak, hogy még az önöké akkor a kulcs, de védjék meg a várost, mert az itt lakók megérdemlik, hogy nyugalomban és békében éljenek. Az önök kezében vagyunk, az önöké minden reményünk. Főbenjáró, főbenjáró! Nagyon nagy megtiszteltetés ez számunkra, és megígérhetem! Az összes komédiás, csepürágó, utcaszínázás, muzsikus, mikromágus, bűvész és zsonglőr, és a valamennyi holhányó, rimhányó nevében, hogy megszolgáljuk a bizalmat! Egy valamit tisztázzunk. Igen? A harmadik nap végén eljövök a város kulcsáért, és visszaveszem a város kulcsát. Most pedig mondják el az itt lévőknek, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a sárkánytól megvédjük a várost. Köszönjük szépen! Itt ez a papíros, fogd meg, barátom! Milyen tisztelt, nagy érdemű, kurtalábú publikum, kedves fesztiválozók! Kíváncsiak rá, hogy mit kell ezen a hétvégén tenni ahhoz, hogy a sárkány megkímélje Nyírbátor városát? Ajaj! Az a baj, hogy itt a magasban egy kicsikét bedugult a fülem, és nem hallok egész jól. Szóval, mondják csak, kíváncsiak rá, hogy mit kell tennünk? Nos kérem, azt a vérszomjas áldáz sárkányt, a bestiát, 3 nap és 3 éjjelen át kell szórakoztatnunk, jó kedvre derítenünk, ha határa bírnunk, de jól vigyázzanak, mert hogyha ez a sárkány csak egyetlen egyszer elunja magát, ne talán unottan ásít, akkor jaj, vége Nyírbátor városának! Ebben az évben a városvezetés és a kulturális központ vezetése megkért bennünket, és nagyon szépen köszönjük, mert nagyon jól esett, hogy zárjunk, ha már ez egy színjátszó tábor, és az pedig egy utcaszínházi fesztivál, akkor találkozzunk így ezen a ponton, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, és remélem, hogy meg fogunk felelni ennek a felkérésnek, mert felvonulunk 80 gyerekkel, mint Pál utcai fiúk, a felvonuláson részt veszünk. Ebben az évben a Pál utcai fiúk történetét dolgoztuk fel. És ezerszer, amit itt vagyunk, én akkor is eljövök ide holnap is, meg holnap után is. Te álltál ott középen, és én azért kiszúrtam, hogy valószínűleg te lehetsz nemecsekernő. Igen, így van. Testhez álló, ez hogy érzed? Én azonnal elvállaltam, nagyon örültem neki, hogy én kaptam meg ezt a szerepet, szerintem ilyen hozzám illő szöveg, mert én is ilyen hasonló személyiségű vagyok. Lacika, ismerted előtte a Pál utcai fiúk történetét? Hallottam már róla, meg akartam nézni, és most volt szerencsém, hogy itt megnézhessem. Éva, én elkaptalak most téged itt a tömegben, mert véget ért ez a Pál utcai fiúk előadás, és a fiad, mint nemecsek szerepel. Milyen érzések törtek elő benned, mint szülőben? Hát mindenek előtt a büszkeség az első. Hát megható. Gyakorlatilag egy táboron vagytok túl, több napig nem is láttátok egymást. Így van, tehát ugye ez az érzés mindenképpen erősödik, ugye egy hete nem láttuk, és most hirtelen a színpadon és ilyen szerepben. Az, hogy egy ilyen nagy nevű irodalmi műben, mint egyfajta főszereplő szerepelt, ez rendkívül csodálatos érzés, és egyébként annyira illik rá a szerep, hogy ő tényleg annyira ilyen gyerek, ilyen lelkiismeretes, és ilyen nagyon, aki mi kis hősünk. Ennyi gyerek és egy csapatként tud működni egy hét együtt dolgozás után, ez szerintem egy csodálatos dolog, és nagyon hálás vagyok, hogy a gyermekem ennek a részese lehet, nem csak most a tábor kapcsán, hanem az egész éves munkájában, ugye legfőképp Ildikóikat tudom ebben megemlíteni, mert hogy egy csoda, amit a gyerekekkel művelnek egész évben, és hát a héten is, hát ez meg felfoghatatlan, hogy egy hét alatt ilyen produkciót képesek színpadra vinni.
mivel készült a zenekar, mióta alakultatok, mióta vagytok együtt? Hát sziasztok! Először is mi egy 10 éves zenekar vagyunk, és szamba zenét játszunk. Ez a szambát, hogyha valaki nem ismerné, ezt ott lehet elkezdeni, a Riói Karneváról már biztos, hogy hallott, és a Riói Karneván ilyen szambaiskolák vonulnak föl, amit batériák és a táncosok, akinek mindenki biztosan a szem előtt van, a táncosok láthatóak, és az ilyen batériák, azok az ilyen zenekarokat hívják így, az ilyen dobosokat, ami csak dobosokból áll, mint mi, és ezt nevezik szamba muzsikának, autentikus szamba muzsikának. Van-e esetleg ének a muzsikátokhoz? Tehát fel tudjátok-e ezzel hívni a figyelmet a zenétekre, vagy csak egyszerűen a dob? Mi nem élünk azzal az autentikus elemmel, amit valójában kint a karneválon, igen, van különböző dallamhangszerek is, egy ilyen pici gitárszerű valami, egy cavaquinho-nak hívják, és igen, szoktak énekelni, ez ilyen népdal, tehát elég hosszan énekelnek. Mi ezeket nem, mi ezt a zenét egy kicsit úgymond európaisítottuk, mi úgy hívjuk, hogy popposítottuk, és mi is adunk ki, mi is van, hogy énekelünk hanghatásokat, de ez inkább ilyen effekt és szórakozás, valójában éneket, mint dallamot nem énekelünk. Most a nyitó ünnepségen vesztek részt, de nyilván azért még fel fogtok lépni a 3 napos rendezvény folyamán. Mikor és mi várható majd aznap? Igen, nagyon örülünk ennek a meghívásnak, mert így egy keretet adhattunk ennek a fesztiválnak, hogy mi velünk a nyitó nyitáson is itt lehetünk, és majd a záráson is. Úgy tudom, hogy vasárnap, amikor lesz ez a sárkány égetés, ha jól mondom, lehet, hogy itt a helyiek azért jobban ismerik ezt a hagyományt, mint én, hogy ebben is részt fogunk venni a többi fellépővel együtt a fináléban. A lángoló csírák nevezető formációval érkeztél ide. Honnan jött a névválasztás? Ezt mindig meg szokták kérdezni, ez egy nagyon érdekes történet. Úgy gondoltuk, hogy legyen valami francia nevünk, mert ugye az nem szokott lenni, úgyhogy mi Escargot Enflammé néven kezdtük a karrierünket, de aztán rájöttünk, hogy tulajdonképpen ez marketing szempontból nem jó, hiszen se kiejteni nem tudják, ha pedig kiejtik, akkor nem tudja senki leírni, úgyhogy így váltottunk lángoló csigákra, és nekem a csiga nagyon fontos, hiszen a spirál az lélek szimbólum, és úgy gondolom, hogy ez hozzánk illik. Tehát akkor gyakorlatilag egy tűzsót fogunk látni. Mióta vagytok együtt? Most már 5 éve van együtt ez a formáció. Igazság szerint akikkel kezdtük, az már teljesen kicserülődött, jelenleg 20 fővel működik a csapat. Dolgozunk tüzes poival, legyezővel, botokkal, illetve most majd látni fognak a holnapi előadás során tüzes szoknyákat. Van egy halálkerék nevű eszközünk, ami teljesen a mi találmányunk, úgyhogy majd abból is kaphatnak ízelítőt, illetve szikrákkal, csárkolpoival, úgyhogy próbáltunk minél több olyan dolgot hozni, amit még nem láthattak tűzsonglőröktől. Voltatok-e már itt a Szányos Sárkány Fesztiválon valamikor a 25 év során bármikor is? Igen, voltunk, de még egy előző formációval, a Tűzről pattant tűzsonglőrökkel egyszer sikerült fellépnünk és vonulni, úgyhogy most, amikor megkerestek minket, akkor nagyon örültünk, hogy végre eljuthatunk a lángoló csigákkal is ide. Gyerekmesék felnőtteknek. A Csomó Tündér című darabbal folytatódott szombaton a Szárnyas Sárkány Fesztivál a Korona Teátrumban. A darab nagyon érdekes hatást váltott ki, nagyon-nagyon lehetett érezni, hogy a gyerekek élvezettel játszották, és néztem a felnőttek, illetve néztem a közönség soraiban a gyerekek arcát. Némelyik felnőttnek elhomályosult a tekintete, a gyerekek meg jókat kacagtak a bizonyos poénokon. Igen, hát ez bizony nagyon érdekes szituáció, hiszen Magyarországon ma a házasságkötések több mint fele válással végződik, és mi közöttünk is van olyan gyerek, akinek elváltak a szülei, vagy ilyen helyzetben van, és azt hiszem, hogy egyfajta vigaszt tudott nyújtani az, hogy lehet, hogy azért váltak el a szüleim, mert nem egymáshoz valók voltak, és a szülők szerintem éppen ezt érezték meg akkor, amikor egy picit elhomályosult a tekintetük, és nagyon érdekes volt, amikor Erdélyben játszottunk, akkor ott hála Istennek azért még erősebbek ezek a családi kapcsok, és annyira azt mondták, hogy annyira izgultak, hogy a végén ugye nem válnak el, és nagyon szomorúak lettek tőle, hogy igen, elválnak, de bízunk benne,
hogy a gyerekekben ez inkább a feldolgozást segíti. Fesztiváli körülmények között játszottatok, nem közszínházi körülmények között. Hogyan lehetett erre felkészíteni a gyerkőcöket? Ez egy nagyszerű hely, ez a Korona Teátrum, tehát igazán én imádom a fát, tehát önmagában ez mindig egy kicsit hasonlít a Shakespeare Globe tehát színházhoz, és alig vártuk, hogy mi ebben játszhassunk, és azt gondolom, hogy játszunk mi bárhol. Én nagyon ügyesek, nagyon profik, én nagyon büszke vagyok rájuk. Aki kellő fantáziával rendelkezik és nyitott akár egy időutazásra is, a Kruxalba táborában azonnal a középkorban érezhette magát. Így van, a középkorból csöppentünk ide, a nevünk a Kruxalba középkori hagyományőrzők, és azzal foglalkozunk, hogy Mátyás királynak a tábori életképét a leghitelesebben megjeleníteni a jelenkor szemlélőjének. Mi mindent mutatnak meg annak, aki ide belép ebbe a kis közegbe? Hát kezdeni a legfontosabbal az étekkel, mert ugye az a mi motorunk, úgyhogy a fehér nép az a teljes napi ellátmányt azt itt biztosítja nekünk. Aztán ezekben a sátrakban alszunk, fegyverállvány, itt vannak az ágyúink, amivel meg tudjuk védeni a tábort, illetve egy nagyon híres eleme a tábornak, ugye a huszita harci szekér tábor, itt van például egy példány, illetve ott van a kovács műhelyünk, ahol a szerszámokat? Így van, meg a fegyvereket és az öreg kovácsmester azt tanítja az ifjút, hogy hogyan kell. Az összes veret, akár egy csaton, vagy a szerszámok, fegyver és bármi, amit lehet most szemmel látni, az mind korabeli, és inkább úgy mondanám, hogy 1460-as, 1480-as évekből, festményekből, vagy múzeumokban található leletek alapján készült. Tehát abszolút rekonstrukció az egész tábor. Jelenkorunkhoz közelítve Kádár Ferkó fotószínházánál újabb megálló várt ránk. Ezúttal a 70-es években járunk. Kádár Ferkó fotószínháza előtt álltunk meg. Melyik kort varázsolja elénk? Jelenleg a 70-es évek, tulajdonképpen nem is megyünk meg most a nagyapáink idejébe, csak az apáink idejébe, a szövetkezeti italbolt előtt fogunk most állni, és itt a helyi, tulajdonképpen jellemző dolgokat láthatjuk. A szokorrádió, ugye végre már a nagy asztali rádiók, ugye kijöttek a tulajdonképpen a mindennapokban kézzel fogható lett a rádió. Vihettük magunkkal a zenét mobillává. Óriási dolog volt ez, kérem szépen. És ugye az ételhordó, ami megint csak az alumínium ételhordó, ami magáért beszél, mindennapunk része volt, ugye. Mi még ezt megértük, és apáink idejében ez egy hétköznapi dolog volt, és persze a jó öreg szódás szifon. Van még itt még egy apróság, ami talán mindenki ismer, ez pedig kérem szépen megint csak egy csoda, a Smena fényképezőgép, ami megint csak elvitt bennünket a piknikezés idejébe, és mindent tudtunk rögzíteni. Úgyhogy most jelenleg itt vagyunk, aztán természetesen kicsit később egy másik helyszínen fogunk érkezni, ha az idő is engedi, akkor a gőzmozdony korszakába fogunk megérkezni egy kis füstgéppel, egy kis állomási hangeffektusokkal, és mindenféle kis titkos dolgok, amik segítenek elvinni bennünket ebbe a régmúlt időszakba. Két humorista is szórakoztatta a fesztivál színpadon a közönséget az új programelemként megjelent stand-up comedy keretében. Ők voltak egyébként a nagy színpad utolsó fellépői szombaton a viharos szél és eső miatt. Egyszer véletlenül letettem a gitáromat, egy falusi lagziba voltunk, letettem a hideg tálakhoz. Jött az örömapa, hát nem volt már magában az örömapa. Jó, én is úgy gondoltam. Boldog volt ugye, hát végre a kis lányát, hát odaadta, hova kell. És gondolta, hogy szed egy kis kaszinótojást. Szedett kaszinótojást, és meglátta a gitárt. És így nézte, hogy kaszinótojás, gitár. Ezt a lyukat figyelte nagyon. És nem hülyéskedek, leszelte vele. Mióta létezik a rekettje? 25 éve működik Nagy Károlyban, és most már nem csak néptárscsoportként, hanem népi együttesként is, mert 4 éve bevezethettük a hangszeres népzenei képzést is, és ezért láthattak ebből a műsorban egy kis ízelítőt. Milyen népviseletet hoztatok, és milyen táncokat táncoltatok? Moldvai csángó táncokkal és muzsikával kezdtük, és aztán boncidai táncokat mutattunk be.
Ez egy nagyon új csapat, egy éve dolgozunk keményen együtt, és reméljük, hogy még nagyon sokáig, és ígéretes kis csoport. Új helyszínnek számított a diák színpad tagjai számára a fesztivál Korona Teátruma. A gyerekeknek megtisztelő volt ez a bemutatkozási lehetőség is. Hány gyermeket tudtál foglalkoztatni most ebben a darabban? Ebben a két kis részletben 18 szereplő van, de egyébként a diák színpadosok létszáma ennél jóval nagyobb, de ott még vannak sokkal kisebb gyerekek is, óvodások, és még úgy gondoltam, hogy nekik ez a bemutatkozás ebben a formában még nem való, majd egy-két év múlva már remélem, hogy ők is itt fognak ezeken a deszkákon majd állni. Akik gyermekszereplőként, gyermekszínészként itt fellépnek, megmutatják magukat, úgy gondolom, hogy nézőként más előadásokon boldogan jelen vannak, és tanulnak a nagyoktól. Így van, igen. Egymást is nagyon nagy szeretettel nézik, illetve most a Szárnyason is ugye beszéltük, hogy minél több mindent megnézni, és minél több fajta stílusba nézzenek bele, kóstoljanak bele, mert hát attól csak mi leszünk értékesebbek, úgyhogy együtt is fogunk majd jönni, megjöttünk is, és nagyon nagy élmény. Egy ilyen habitusú pedagógusnak, mint amilyen te vagy, a Szárnyas Sárkány, az gondolom igazi csemege? Igen, nagyon szeretem. Én is gyerekkorom óta, gimnazista korom óta itt voltam minden évben, felvonultunk mi is még színjátszó tábor keretein belül, a Pócsi színjátszó táborral jöttem én is első ízben, és ennek van egy olyan varázsa, amit én is szeretnék a gyerekekkel megismertetni, és ezért örülök, hogy már most ez a 13. táborunk, és hogy most kimozdultunk a kulturális központból, és hogy itt léptünk fel, mert ez egy kicsit ugye másabb hangulattal bír, és ezt is meg kell, hogy tapasztalják. Akkor most már a koronateátrumot bevettétek. Igen, teljes mértékben elfoglaltuk, úgyhogy nem is nagyon akarunk hazamenni, hogy olyan jól éreztük itt magunkat. Nem is kellett elhagyniuk a helyszínt a gyerekeknek, hiszen a világ legügyetlenebb bűvésze, Szép Bence is itt vert tábort. Még a 90-es évek végén jártam itt először, akkor egy felnőtt társulattal, aztán a 2000-es évek elején is voltam, és nagyon-nagyon szerettem, imádom nagyon a fesztiválnak ezt a jó értelembe véve összművészeti jellegét, amikor itt voltam, nagyon-nagyon sok portugál, brazil, francia, szlovén, stb. Csapattal találkoztam, és ezek megtermékenyítőleg hatnak azért egy kreatív emberre, hogyha a világból lát mindenhonnan nagyon jó produkciókat, és nagyon örülök annak, hogy a rendezvény semmit nem veszít a színvonalából, és évről évre meg tud újulni. Mondjuk van valami bűvészgyerek, aki a világ legügyetlenebb bűvészeként már tényleg itt visszajáró lélek, és nem képes megtanulni bűvészkedni, de nevetnek rajta a nézők. Imádom azt, amikor a közönség már engem ismer, és már beszólnak, segítenek, viccelődnek velem, mert nekem ez a munícióm, én erre tudok reagálni. Nagyon sok improvizáció van a műsorban, és ezt a helyi közönség nagyon jól tudja, és nagyon jól tudunk együttműködni. Ez nekem előadóként nagyon fontos. Elsőként jelent meg a Szárnyas Sárkány Fesztivál műsor kínálatában a magyar népzene. A hajdúsági Bakator zenekar neve Garancia a palettán. A piricsei Lajti Gergő így vagy úgy, de állandó résztvevője a fesztiválnak. Mennyire volt ismerős neked, Gergő, a Minorita udvar, illetve maga a fesztivál, ahol most zenélhettél? Hát megmondva az őszintét, nagyon-nagyon-nagyon ismerős volt. Többek között azért is, mert egyébként ennek az udvarnak a hátsó felén van, Isten nyugosztalja kedves nagyapám Szabó Miklós Zoltánnak a saját kopjafája emlékként kiállítva. És hát mondhatjuk, hogy a gyermekkorom nagy részét a Szárnyas Sárkányon töltöttem el, minden nyáron járok ki a Szárnyas Sárkányra, mai napig. Most így nagyjából nem tudom megmondani, de 20 éve biztos. Tehát 20 éve biztos, hogy járok ki a Szárnyas Sárkányra. Zenei tudásomnak nagy elősegítője is volt az, amikor még régen, jó pár 10 évvel ezelőtt itt kint még a Folk udvarban, illetve a Sörsátorban esténként zenélgettünk szüleimmel, illetve itt a környékbeli zenészekkel minden nyáron.
Úgyhogy ez mindig is egy kedves emlék maga a Szárnyassárkány, és egy kedves időpont, és mindig észben tartjuk július első hétvégéjét, amikor általában jövünk is, és meglátogatjuk a Szárnyassárkányt. Ez az érzés egyébként színpadra idejönni már, ez egy kicsit biztosan más. Teljesen más. Mindenféleképpen mondhatom, hogy egyrésztről pozitívabb érzés, másrészt viszont hát egy kicsit a valót megmondva, egy kicsit hiányzik az, hogy nézőként itt lenni és körbenézni, és csak úgy random a nagyzenészekhez beülni, és csak úgy valamiket muzsikálgatni a saját tudásunkhoz mérten. Mit gondolsz, Rózsa Vitéz, a te történeted a gyerekeknek vajon milyen tanulsággal jár? Az én történetem az hát eléggé tanulságos, mert ugye az én utam az a szerelemről szól, a szeretetről és a kitartásról. Mennyire ismerik a te sztoridat szerinted? Mindenekután ez egy rózsái népmese. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon ez annyira nem elterjedt ez a mese, de hát próbáljuk ugye az országon belül, sőt külhomba is sok helyre elvinni ezt a mesét, hogy minél többen megismerjék, minél többen okuljanak belőle, és hogy minél több gyerek szeresse ezt a mesét. Téged, mint Rózsa Vitézt a mesében szeretnek, küzdenek veled együtt, szurkolnak neked? Hát a közönség visszajelzését hallva, úgymond, én úgy gondolom, hogy igen. És mindenki az én oldalamon áll, legalábbis remélem, illetve a többség. Aki meg nem, az meg majd idővel majd, ha kicsikét felnő, illetve felnőttebb lesz, akkor ő is majd úgy fogja gondolni, hogy az én oldalamat érdemes fogni. Úgy gondolom, Dani, hogy az általad megformált Rózsa Vitéz és a szájába adott gondolatok azért nem feltétlenül csak gyerekeknek szólnak. Ez abszolút, ez így van. Tehát ez nem csak gyerekeknek szól, hanem ez hát felnőtteknek is, mert ugye a népmesék, mint köztudott, szájról szájra a felnőttek mesélték ugye egymásnak, és a gyerekek, mikor ott voltak, akkor ők is ugye leültek és hallgatták a történetet velük együtt. Miért van létjogosultsága ma egy magyar népmese színháznak? Ugye én úgy tudom, hogy előtte ilyen néven így nem nagyon működött. Igen. Hát ugye mai világban ugye minden fel van gyorsulva, és elég akciódús meséket csinálnak, viszont sajnálatos módon maga a magyar népmese hagyománya, az kezd sajnos kihalni. Tehát egyre kevesebb tanulságos mese van, és mi próbáljuk ezt a klasszikus mesét, aminek tényleg tanulságos visszája van, ezt folytatni, illetve továbbadni. A ti társulatotok körülbelül hány népmesét dolgozott már fel ilyen klasszul, ilyen szép bábokkal, ilyen klassz díszletekkel, ilyen szép jelmezekben? Hát körülbelül, pontosan nem tudom a számát, de közel 20 előadásunk van már, és ez hál' Istennek egyre csak terebélyesedik. Úgyhogy van rá igény, és ezt nagyon örömmel vesszük. És amíg van rá igény, addig jó, addig csináljuk, és addig ez csak gyarapodni fog. Igen, különleges előadást mutatott be szombaton este a Barboncás Társulat Halálian jó történet címmel. Aztán ne nagyon készülj! Mert oda át már, úgy sincs szükséged semmire! Na, goodbye, Matil! Goodbye, my dear! De most átadjuk ennek és ennek a gyönyörű szép városnak, ahogy a várost illeti.